20. fejezet. Noszti Ferenc emelkedőben. E hivalkodó léha társaságot találta Noszti rekedtyésen, amikor a következő héten látogatást tett. Nem volt panaszra oka, mert szívesen fogadták, nem csak az öregek, de Mari is. Úgy szólván vele foglalkozott, neki beszélt, ő ráfigyelt, és kurtán bántal a többiekkel, ha hozzája igyekeztek férkőzni. Ez különösen a Palásti Gőgiét sértette, és ürügyet keresett, hogy belekössön az új vetélytársba. A vacsoránál szóba került a pozsonyi Kempelennek, akit Tótné még ismert kisleányka korából, a világhírű sakkozógépe, mely első Napóleont is megverte sakkban. Kempelen anyai nagybátyja volt Palástinak, de a család se tudja a világ legcsodálatosabb találmányának a titkát. Az akkori fejedelnök is eléget firtatták a nagybácsit, de nem mondta meg. Hát ember volt benne elrejtve, mondá, Noszti nem lehet másképp. Vagyis ez azt jelenteni, hogy a nagybátyám csaló volt? Én csak azt állítom, hogy élő ember volt a gépben. Veled kitérőleg és gúnyorosan. Se többet, se kevesebbet. Az ön bácsikájához semmi közöm. Felugrott erre Palásti, mint a hörcsög. Én pedig nem tűröm ezt a szemtelenséget, hallja az úr? Nyugodtan ráemelte a szemeit Noszti. Én pedig megtanítom önt türelemre. Mindössze ennyi feleselés történt, néma csönd lett utána, és vontatottan ment azután a társalgás, hamar szétoszlottak. Reggel aztán párbaj volt a bontóvári nyírjésben, Noszti Ferenc átlőtte Palásti jobb kezét, úgyhogy harmadnapra amputálni kellett. Most már hát Palásti is több darabban volt, de semmi az, hiszen balkézzel is lehet hajtani 4 lovat. A Tóték ártatlan polgári életét kellemetlenül zavarta meg ez a szomorú eset, mely a náluk történt összeszólalkozás következménye. Tóth úr azonban különben igazságos lévén inkább a Noszti pártját fogta. Ő volt a sértett, nem tehetett egyebet. Palásti maga kereste a bajt. Fokozta rokonszenvét Noszti még azzal is, hogy midőn néhány nap múlva látogatást tett, nem hősként viselte magát, inkább mutatkozott vezeklőnek. Az asszonyok is Noszti mellé állottak, már azért is, hogy az asszonyok előtt mindig a jelenlevőnek van igaza, nem az elmaradottnak, már pedig Palásti, mikor meggyógyult, sem jött el többé rekedtyésre. Mit is keresne itt? Nyugodott bele nagy malíciával Miss Tropp, az amerikai guvernant, hisz már úgyis csak balkézre köthetnek házasságot. Eközben apránként elvonult a tél, s megérkezett a tavasz lila bíborával a rekedtyési udvarházat körülövező orgonabokrokon. Minden izgalom és nagyobb esemény nélkül történt ez meg. Mari egyetlen bálba se ment, sőt, még a színházba sem kívánkozott Bontóvárra. Mindamellett gyorsan suhant el a tél. Valaki mindig jött, vagy legalább mindig várt valakit, és ez is mulatság. Többnyire a már említett uracsok szállingóztak be délutánonként a közeli falvakból vagy városból. Néha sokan egyszerre, mintha összebeszéltek volna, néha csak egy vagy kettő. Ezek a vizitek Marit illették, de Tótnéhoz is eljött a tiszteletesnő egy kis parázspletykára, Kovács Antalné, az özvegykapitányné Voglányból a jó befőttekre. Ebből a két asszonyból telt ki a társasága, mert Palojtainé, Fruzsina mama, akivel szintén jóban voltak Tóték, téli időben nem mozdult otthonról. A többi vidéki gentri gőgös asszonyainak derogált a Pékné barátsága. A gazdát nemigen vonzotta ez a társaság, többnyire áthajtatott délután mezernyére, és ott volt késő estig a szanatóriumban. Azok a fifikák, griffek és finták, melyekkel a lányoknak férjet fogdosnak a mamák, bántóan hatottak az ő gyöngéd, finom lelkületére. Nem jól érezte magát a leánya kezéért versengő léha úrfiak közt. Olyannak tűnt fel előtte, mint egy licitáció, mintha legkedvesebb tárgyát kótya vetyelnék. Háborgott a gondolatra, hogy a leányát valami idegen ember elvigye tőle, de mégis megadta magát a természet rendjének. Úgy kell lenni, mert mindig úgy volt. Arra azonban nem volt rávehető, hogy a természet rendjét ő maga is támogassa. Elég, ha ellene nem szegül. Váltig pirongatta Krisztina asszony evégett. Te semmit se törődöl a lányoddal, a jövőjével. Eleget szereztem neki. 20-30 rostélyos tehetik napjában holtáig.
Úgy beszélsz, Mihály, mint egy pénzes zsák, és nem mint egy keresztény úriember. Az embernek nem csak hasa van, hanem szíve is. Tekintetbe kellene venned, hogy egyszer mi is meghalunk, mert a halált igen ritkán lehet kikerülni, sőt, nem is lehet. Neki férjhez kell mennie, és ezt irányítani kell. Az anyák dolga a lányokat elsütni, felesel Tóth Mihály kedvetlenül. Ha már olyan nagyon akarsz tőle szegénytől szabadulni. Elérzékenyült a szemrehányásra az asszony, elborították az arcát a könnyek, s nagy méltatlankodással elrohant, becsapva mérgesen maga mögött az ajtót, hogy a mennyezet vakolata is lehámlott egy darabon. Pedig nem volt igaza, mert Tóth figyelte azért a dolgokat a maga módja szerint, és már többet látott, mint neje. Feltűnt neki, hogy a megyei közigazgatás egyszerre csodálatosan fürge lett. Ha egy híd valamelyik dongája elromlik, másnap már ott terem a szolgabíró a helyszínén, s elrendeli a megcsináltatását, ha egy korlátva kidől a meredek helyeknél, megjelenik a szolgabíró, mint az örökké éber gondviselés, s pótolja újjal, ha egy kátyú támad az úton, noszalegott rekettyésen van és behányatja, ha egy becsületes verekedés esik az icik kocsmájában, pedig az mindig esik, másnap már megindul a vizsgálat, szóval a szolgabíró ezer módját ejti, hogy valami dolga legyen a faluban, és felüti a maga székhelyét Tótéknál. Úgy, de ez csak annak a jele, hogy a szolgabíró érdeklődik Mari iránt. Abban még semmi sincs, hiszen a többi gavallér is az ő kedvéért jár, hanem van egy másik gyanús jel, amit Tóth észrevett, hogy a gavallérok eddig mindig szaporodtak, most pedig kezdenek apránként elmaradozni. Világos ebből, hogy már valamit észrevettek, ami a sanszaikat összetörte, hogy már van valami, ami a szimat és megfigyelés erejével megállapítható, mert a szerelem szemesebb, érzékenyebb a történendők iránt a bőrzénél is. Minek törné tehát az eszét Tóth Mihály úr a találgatásban, mikor úgyis elég hangosan beszélnek a jelek? Azaz, még a jelekre sincs szükség, suttogja, pletykázza azt már az egész környék. Mikor a tavaszon valami értekezletre hívta meg a főispán Tóth urat, már akkor nem egy kedélyes célzást hallott erre nézve ismerőseitől. Az értekezlet után az a kitüntetés érte, hogy a főispán magánál marasztotta ebédre. Csak éppen a legszűkebb családi körben semmi parádi, egy kis levesünk lesz és egy kis húsunk. Tóth úr szabódni próbált, hogy még egy kis megbeszélni valója volna a takarékpénztári igazgatóval, aki ez alatt már elhagyta a tanácskozási termet és lefelé sietett a lépcsőkön. Szaladjon utána, Malinka! Találta fel magát hirtelen a főispán, és hívja meg nevemben őt is, mert ilyen kifogást el nem fogadok. Tóth úr most már nem tehetett semmi ellenvetést. Megadta magát sorsának, pedig inkább szeretett volna az utolsó butikban vereshagymát enni, mint a bárói családnál mamaligát, mert a két kézzel való evés mindig kiizzasztotta, holtig nem tudott beleszokni. Tényleg intim ebéd volt a háziakon kívül, csak Homlódiné volt ott és a takarékpénztári igazgató Ull Timóteusz, akit a kapunál csípett el Malinka. Igen jó kis ebéd volt, de Tóth úr soha se tudta volna elmondani, mi minden volt, pedig Krisztina asszony otthon hetekig fogja élesíteni, sarkantyúzni és korbácsolni az emlékező tehetségét. Gondolkozzál csak, hiszen élő ember vagy, lehetetlen az, hogy eszedbe ne jusson. Pedig mégsem fog eszébe jutni, hanem azt el nem felejti, hogy az asszonyok igen nyájasak és figyelmesek voltak iránta. A méltóságos asszony, de micsoda takaros cukros teremtés, kilátásba helyezte, hogy legközelebb megtekinti a mezernyei Szent Sebestyént, s ez alkalommal jó szívvel venné, ha megismerhetné a családját is. A fekete kávénál a főispán egy saját kezűleg megtömött csibukot nyomott a markába, mire Bubenyik, mintha valami varázsszóra történnék, berohan tüzes üszöggel egy lapáton. A méltóságos báróné személyesen beejtett a fehér kezecskéjével a fincsájába két cukorkockát, a tatár hercegnő Homlódiné pedig egyszerre bizalmasan közelebb húzta hozzá a székét. Mondja csak, Tóth bácsi, mivel boszorkányozta meg ezt az én öcsémet Nosztiferit, hogy az most felém se néz, hanem sülve-fölve ott van rekettyésen. Jó ember a jó emberekhez húz, felelte Tóth Mihály egyszerűen. Nincs annak valami egyéb oka? Mosolygott a főispánné. Isten tudja, mondta a kérdett kitérőleg. Hehehe, nevetett a főispán. Mintha ti nem tudnátok, ó, szegény kis tudatlankák, hát kibabonázta volna meg, mint az a szép kis boszorkány, aki ott lakik, nem igaz?
Tóth Mihály elpirult a távol levő kis boszorkány helyett is. Bizony nem lehetetlen, méltóságos uram, mert mikor annak az ideje van, kijön a fű a földből, még ha bunkóval vernék is vissza. No persze, de ön csak nem programszerűen emlegeti most a bunkót, nem. Ha az Isten is úgy akarja, nekem semmi kifogásom ellene. Feri egy kicsit szeles fiú, jegyezte meg a báróné, de jó szíve van, és én meg vagyok győződve, hogy akit elvesz, boldoggá fogja tenni. Több szó nem esett erről a nevezetes ebéden, de ennyi is elég volt untik, hogy a közönség közé kiszivárogva, ultimót révén minden szemről leessék a hályog, s tisztán láthassa Noszti Feriben a felkelő napot. A pénz előrevetődő árnyék a glóriát font a feje körül, hisz ez egy kapitális fiú. Mennyi természetes esze van, milyen okosan fejezi ki magát, de hiszen ember lesz ebből, különb, mint az apja. Őt kell az országgyűlésre küldeni, nem az öreget. Lesz még abból miniszter is, és legyen, mert azelőtt mindig voltak a kabinetben földieink, addig volt jó dolgunk, de befellegzett már azóta a szegény hazának, vagyis nem kap a nemes város semmit, stb. Egyszerre az ifjúság vezére lett dédelgetett kedvence mindenkinek, a szemek lehunyódtak a hibái fölött, és csak az a hír világított, mint valami szemvakító karbunkulus, hogy el fogja venni Tóth Marit. Ultimóteusz pertú poharat iszik vele a kék golyónál, mondván, legyünk örökös barátok, és ha egy hűszívre van szükséged, vagy egy kis polgári kölcsönre, méltóztas velem rendelkezni. Minden ünnen a napfény dédelgeti, maga Koperecki is megbíztatja tréfás szemhunyorgatással. Az öreg Tóth, úgy látom, nem nézi rossz szemmel a tervünket, hanem tudod-e, mi az a finis lovaglás? Éppen abban vagyok most. Helyes, most kell megfeszíteni minden erődet az utolsó pillanatban a cél előtt, és talán nem rossz volna, miután már az öreg nem akadály, ha a leányra helyeznéd a fősúlyt. Úgy gondolom, egy kis fény kifejtése nem ártana. Tudod, egy kis maszlag, mit szólnál valami gyönyörű hátaslóhoz? Takarosan veszed ki magad a lóhátán, imponálnál neki, vagy talán egy szép négyes, ami a költséget illeti, hát hiszen már benne vagyunk. Ne félj addig, míg engem látsz. No, mit gondolsz? Noszti Feri természetesen azt gondolta, hogy az bizony nem lenne rossz, és igénybe vette a sógora tárcáját, sőt, az Ultimóteusz ígéretét se hagyta rozsdásodni, tudniillik a pénzre vonatkozó részét, mert ami a hűszívet illeti, erre az idő szerint nem volt szüksége. Mindenütt csak előzékenységet és szeretetreméltóságot tapasztalt, még Tóth Mihály részéről is, ki a főispáni ebéd óta, ahol a házassági terv először merült fel, mint egy küszöbön álló lehetőség, mélyebben kezdett foglalkozni a fiatalemberrel. Több apró jel árulta el, hogy rokon szenvezik vele, s közeledik hozzá.